Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon hálás vagyok, hogy dr. Miles Sándor méltónak talált annak arra, hogy én is megosszam azokat a gondolatokat, amivel tudok segíteni mindazoktoknak, akik szintén eldöntitek, hogy ezt az iglő utat választjátok. A felkérés arról szólt, hogy milyen előnyei vannak annak, hogy az iglő menedzseré válásnak. Én azt gondolom, hogy olyan szerencsések vagyunk, hogy ahányan itt vagyunk, ahányan néztek bennünket, mindannyian más személyiséggel és más tapasztalással érkeztünk az üzletünkbe, és ehhez pedig megkapunk minden olyan segítséget, amivel el tudunk indulni, és el tudjuk érni a céljainkat és a vágyainkat. Mi kell ehhez? Te magad. Senki más. Kell hozzá egy olyan attitűd, amivel eldöntöd azt, és kigondolod, hogy te egyáltalán mit is szeretnél, mi a célod, mi az álmod. Kell ehhez egy olyan érzés, amiben belehelyezed magad, ami folyamatosan jó érzéssel tölt el, és abban tud segíteni, hogy nap mint nap tegyél azért, amiért kitűzted a célodat. Nagyon fontosnak érzem azt is, hogy ahhoz, hogy te, amikor már tudod, hogy mit akarsz, amikor már az érzés is megvan, akkor álljál bele a masszív cselekvésbe, és én ezt hívom szélesítésnek, ezt hívom úgy, hogy toborzásnak, ezt hívom úgy, hogy szponzorálásnak, és igazán ezt nevezhetjük bárhogy, de ez arról szól, hogy napról napra mindenkinek, akinek szeretnéd, mutasd meg a névlista alapján, vagy aki veled szembe jön, és kedves veled, vagy kedves közel áll hozzád, annak mondd el, hogy mibe kezdtél, mibe fogtál, és milyen úton tartasz. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, amikor már kigondoltam, amikor már hozzátettem azt az érzést is, és már cselekszem is, hogy higgyek abban a folyamatban, hogy én ezt képes vagyok megvalósítani. És megint arról beszélek, hogy én vagyok erre képes. Én tudom, hogy merre tartok, én választom meg, hogy merre szeretnék menni. A szélesítés az ösztönző programnak egy óriási szerepét játszik. Mégpedig azért, mert ezek a négy pontok, amik havonta az aktivitásunk, ez alap. Én azt gondolom, hogy nem csak menedzseri szinten, hanem már az üzletlépés időszakában is ez egy nagyon fontos, hogy akarjál aktív lenni, és ezzel is mutatni azt az életjelet, hogy te itt vagy, és vágysz valamire. Én, amikor én eldöntöttem azt, hogy iglő menedzseré válok, ez nekem onnan jött, hogy egy példát kaptam, mintát kaptam, mégpedig a mentoromtól, és itt szeretném megköszönni Orbán Tamásnak, mert nekem nem volt hitem, de neki volt, és az ő hitét kölcsönöztem, és az ő hitéből táplálkoztam, és annak a csapatnak a hitéből, aki körülvett, és akikkel együtt dolgozott a csapat, és lassacskán elértem azt is, hogy én is elkezdtem hinni magamban. Nekem annyira egyértelművé vált az, hogy amikor én menedzserré váltam, ez nekem egy hosszabb út volt, ez 5 év, de nem ez számít, hanem az, hogy én mivé váltam általa. És ezután pedig eljött az az idő, amikor ezt eldöntöttem, hogy egyszerűen olyan könnyedén jött, hogy én észre sem vettem, hogy iglő menedzser csapat lettünk, mivel a felső vonal szólt szinte, hogy iglő menedzser vagyok. Miért? Mert élveztem, és imádtam, és szerettem azt, amit csináltam. De azt tudnotok kell, ahogy hallottátok, hogy a menedzsere válás időszaka az nekem a pedagógusi munkám mellett volt. És utána hoztam azt a döntést, hogy váltok. Mégpedig miért? Azért, mert eljött az az idő, amikor úgy éreztem, hogy egyszerre két dolgot nem tudok olyan megfelelő hozzáállással végezni. És megint ott tartunk, hogy milyen attitűddel, milyen hozzáállással álltam én bele ebbe a helyzetbe. Nagyon fontosnak tartom azt is, hogy a 100 új pont, amiről az előbb Emese is említést tett, ami nekünk a szélesítés az alapja, hogy fronton, amikor álmot adsz annak az embernek, akit te meghívsz ebbe az üzletbe, mert ugye ez a saját vállalkozásunk, és másoknak mutatjuk meg a példánkkal azokat az álmokat, amik bennünk vannak, és ezzel tudunk neki hitet kölcsönözni. Nagyon fontosnak tartom, hogy ez, amikor már ezt a
az utat is bejártuk, akkor menjünk tovább, mert amikor akár a mai napon, ha valaki csatlakozik, amennyiben csatlakozik hozzád valaki, az a jövő év december végéig neked új pontnak számít. És én is nagyon-nagyon hálás vagyok és büszke, hogy már a héten nekem is volt új belépőm, és ahogy hallottátok, azért, mert megszólított ő engem, és nagyon jó érzés volt, hogy azzal az energiával jött hozzám, hogy ő akarta, ő szerette volna tudni azt, hogy hogyan tud hozzám csatlakozni, és mit ajánlok neki. Mivel azt gondolom, hogy amikor már nagyon szeretjük, amit csinálunk, és elköteleződtünk, akkor csak szeretettel tudunk arról beszélni az üzletről, a termékekről. Hogy mit adhat még a Forever cég az elismeréseket is, amit Emese is említett, meg többen is említettétek. Nekem az elismerést el kellett fogadni. Meg kellett azt tanulnom, hogy az elismerés, nekem ez egy feladat volt, hogy elfogadjam az elismerést, és erre hoztam egy idézetet, hogy ne értékeld alá azt, amit már megvalósítottál, ne értékeld túl azt, amit még nem. Hálás vagyok a jelenlegi életemért. Én azt gondolom, hogy kezd az egyensúly összeállni. Nagyon-nagyon fontos volt nekem az, hogy a második menedzseri válási utam, az is szintén mondhatom azt, hogy könnyedén jött létre, és ahogy a képeken láttátok az első alkalommal, én részese lehettem a pattájai utazásnak, ahol megtapasztalhattam azt a vendégszeretetet, azt a nagy lelkűséget a cégtől is, a vezetőktől és a felső vonaltól is, amivel ez az elismerés jár. Utána nekem eszemben jutott az, hogy ha nincs utazás, akkor én nem teszem azt, amit örömmel és jó szívvel teszek nap után. És így az másik két iglű szallag is megérkezett, mert megengedtem magamnak. És képzeljétek el, hogy tavaly márciusban olyan segítséget kaptam a központtól is, hogy lekértem a riportot. Volt egy megérzésem, hogy a riportot le kell kérnem. És akkor derült ki, hogy az új pontok, minden megvan, de az új pontok nincsenek meg. És akkor nem a kétségbeesés vett rajtam úrrá, hanem azt mondtam, hogy te ezt én akarom. A kép ott van, tehát a negyedik szallagért most is megyek, és már most is látom, hogy Greg Moon vagy dr. Miles Sándor fogja az iglű szallagot rám tenni. Tehát kételyt nem engedek be az elmémbe. Ezt nem engedem meg magamnak azért, mert ezzel a hittel szeretném azt a példát mutatni, hogy minden csak rajtunk múlik. Nekem ez mind-mind tanulás, és mind-mind tapasztalás, és ugye azt tudjuk, hogy a tanulás nem más, mint annak a felfedezése, hogy mennyi minden lehetséges még. Nagyon hálás vagyok azért, hogy csapatban játszhatok. Igazán ez egy csapatjáték. Visszaadhatok a felső vonalamnak. Adhatok a csapatomnak egy víziót, egy álmot, értéket adhatok másoknak. És én azt gondolom, hogy visszaadni, értéket adni, ezek nagyon fontos elemei a mi üzletünkben. De ehhez mi kell? Az, hogy folyamatosan szélesíts, beszélj emberekkel, tapasztald meg azokat az élményeket, amit az üzlet tud nekünk adni. Én nagyon-nagyon hiszek abba, hogy megváltoztathatja nem csak az én életemet, hanem másokét is. Ahogy említettem, a képeken láttátok, hogy a lányomat vittem én partnerként az iglű képzésre Pattajára. Én ezt volt óvodapedagógusként, ezt nem tudtam volna neki egyedülnevelő anyaként megadni. Volt már Stockholmban a nagyobbik lányom, ezt is meg tudtam neki adni, és elképesztően büszke vagyok arra, hogy teljesen más gondolkodással tudom már most az üzletemet, a vállalkozásomat képviselni, mert mint említettem, meg többen említettétek, hogy ti magatok, te magad kell lesz ahhoz egy megfelelő attitűddel, mert minden a rendelkezésünkre áll. Én kívánom nektek őszinte szívből és szeretettel, hogy váljatok olyan emberré, akik megengedik maguknak mindazt, amire vágynak. Váljatok ti is iglű menedzserré. Köszönöm nektek!